Üdvözlök mindenkit, ebben a videóban szeretném elemezni az Árpádok származásával kapcsolatban azt az Y-kromoszomális markert, ugye az R-arpot, aminek van egy hosszabb neve is. Most vagizásból felolvasom nektek, természetesen nem magoltam be. Ugye R1A, 1A, 1B, 2A, 2A, 1C, 3A, 3B. És a vajdasági rokon ugye a 3B után még egy 1-es. Ennyibe különbözik. Ugye ez egészen biztosan állítható, erről az árpádi eredetről, ami azért apai ágon nézzük, mert anyai ágon a kievi rusz, a bajorok, meg a mit tudom én, lengyelek, ilyenek, szerbek jönnek ki, ezért az apai ágon az apáról fiúra turul nemzetségen belül évtizedek óta öröklődő genetikai mutációkat fogjuk vizsgálni, mert ez ad biztos pontot az Árpádok vándorlásához, pedig a magyarság vándorlásához, hiszen a magyarság az Árpádok, a magyarságnak az Árpádok a magva, tehát mag nélkül nincs alma. Az, hogy milyen jellegű hús rakódott ehhez a maghoz, hát nyilvánvalóan regionálisan többféle, első európaiak egyébként, az más kérdés. Aztán, hogy milyen nyelven beszéltek a hozzárakódók, az megint egy más kérdés. A lényeg, hogy ugye az Árpádok a mai Baskíria területéről, ami Kazaksztántól, Kazaksztán nyugati részétől kicsit északabbra, az Urál-hegység keleti lábainál, de a sztyeppén történt, és Krisztus kortársaként hagyták el ezt a régiót. Ezt megelőzően pedig, hát nyilvánvalóan itt kellett, hogy éljenek, ebbe a Volga-Urál régiónak, Kaslerék által Volga-Urál régiónak nevezett területen, ahova Közép-Ázsiából vándoroltak föl, Közép-Ázsia elül is, ugye a baktriai tér, Észak-Afganisztán, de bele lóg Tadzsikisztán egy része, stb. Tehát az isztánok egy része. A Turáni-Alföldnek ez a déli határvidéke, nem a Turáni-Alföld része, a baktria az nem a Turáni-Alföld része, de határos vele, ugye észak felől Baktriából nézve, a Turáni-Alföld tekintetében pedig délről nézve. Ezt nagyon mondom, mert néha megjelennek jó indulatú cikkek, akik rosszul interpretálják a Kasleri közlést. Kasler baktriázik, tehát ez egyértelmű, amikor ugye a videóban is hallani, illetve hát a megjelenített térkép is ide köti őseinket. 4500 éve jelenünk itt meg, és 4100 éve hagyjuk el ezt a területet, és ugye ez a migrációs szakasz, ha úgy tetszik, ugye Baktria és Baskíria között, ez hát évezredek alatt történik, és olyan kultúrák jönnek számításba a magyarság őseként és a rokonaként, mint a szintasta kultúra, ugye andronovói kultúra, szrubnaja kultúra, az egy kicsit nyugatabbra van Európa területén. Aztán ezekből a kultúrákból születik majd meg a keleti szkíta világ és a hunok. És a keleti szkítáknál kell a sauromatákat, szarmatákat is elképzelni, a dahákat, a szakákat, a masszagétákat, stb. Ez az a haplocsoport ebből a turáni részről, mert most már ugye itt járunk a turáni alföldön, visszaáramlik majd a közel-keletre is, ahonnan egyébként eljött, az lesz a mitanni húri nép, ugye Mitrasz első említői, az a napisten, aki ez a kendemiltóság kötődött nálunk. Nem megyek bele ebbe a videóba a vallásba, itt a génekkel fogunk foglalkozni. Tehát ennyi röviden, tömören, és én visszavezettem, nem én, csak én közöltem le a videóba, visszavezettem a videóban más genetikusok, például Pámia vagy Underhill, és még sokan mások, mert említem a nevüket, azon elméletét, ami igaznak bizonyul a genetikával, hogy van egy ilyen kaukázus közel-keleti terjedései is ennek a haplocsoportnak, ami lehetséges és lényeges, lényegre törő információ, azt most gyorsan mondom ezzel kapcsolatban, tehát visszavezetjük a Kuraraxes kultúrába a baktériai kultúrát, ennek is a harmadik régészeti rétegét, és az már Baden-Pécéli kultúrához jön vissza, a zsinordiszes kultúrához jön vissza, a globuláron forra kultúrához jön vissza, és a még korábban a Fallon Bakerhez. Tehát Európából történik egy
Észak-Mezopotámiába és Baktriába vándorlása, ami ugye Baskiriánál éri el azt a részt, amely már akár egy Julianus baráti bizonyítást is igazol. Jó, tényleg röviden, tömören elhadarva, nem baj, ha nem értetek, kukkocsa sok videó foglalkozik ezzel, sok videó fog még foglalkozni ezzel. Ott egy David Anthony nevű emberke, aki a Yamnaya kultúra, ami egyébként eredj B, és nem eredj A ágról ered, hát többek között az én őseim is ide csatolhatóak, ugye a kurgán kultúráról beszélgetünk, lovas kultúra, stb. Egy emberkénél lett kimutatva apai ágon ez a honalapítóknál, viszont akkor még csak 29 minta volt. Van ennek egy keleti változata, ugye az Afanaszjevó kultúra, ott is az én rokonságommal van dolgok. Ezt indoeurópai ősének mondják, szegről végről igaz. Tehát ebből ágazik el tényleg az európaiság, a bronzkori része, amit aztán össze lehet kötögetni a latint, a germánnal, stb. De van egy másik ága, a keleti, ami soha nem lesz indoeurópai, ide tartozik az én Y5587-es markerem is. Ezt csak mellékesként mondom, meg személyes példaként tudom felhozni, úgyhogy jó, viszont ez a kultúra, ahogy Haak és munkatársai szerint is 2005-ben bizonyítást nyert, genetikai bizonyítást, behatol az előbb már említett Carder vér vagy Ginodices kultúra területére, és itt kölcsönhatásba lép ez a lovasdomát kurgános nép, kölcsönhatásba, érintkezésbe a, ugye a Ginodicessel, ahol már ott az Árpádi gén. Tehát az mi őseink is ekkor találkoznak először, az én Yamnaya, meg az Árpádok Ginodices őse, és utána hát itt megváltoznak a dolgok, ugye ez a bronz, részkor vége, bronzkor eleje, kora bronzkor, ugye felülreprezentálja Európát ez a Yamnaya népesség, és ugye hiába más gén, de ennek a vándorlása is létfontosságú, mert majd ennek a zóki ága lesz az egyébként, ami meg bejön a Kárpát-medencébe, és annak hatására a Baden-Péceli kultúra tűnik el, és lehet, hogy jelenik meg ugye kura Araxeszként. Tehát itt az a Ginodicessel, meg az előbb már felsorolt európai kultúrákkal kell számolni az árpádi ősök vonatkozásában. És ugye a Yamnaya az eredmény belül az M269 markerhez tartozik. Ezt is lehet bontogatni tovább. Szemenov és Bulat az eredjával kapcsolatban megint ezt a fésűs kultúrát hozza fel, ugye úgy jelk, hogy Kambvér, ugye kultúra, és hát itt a comb, ugye Kamb az jelenteni a fésűs kultúrát. Aztán Haak megint csak 2015-ben megállapított, hogy a Yamnaya őseinek egy része a közel-keletről származik. Na most itt nem szemitázunk, tehát nem erről van szó. És a neolitikus Balkán történő vándorlás is köthető érdekes módon, vagy annak későbbi származója Yamnayához. De ugye a Rossen kultúra, Németország területi található, a Carded vér előtt volt itt, és itt is megint csak kimutatták az eredjat. Annak az L664, 664-es mutációját. Aztán, hogyha megyünk a Transzkaukázia, Nyugat-Ázsia, Indus-völgyi civilizáció területeire, ami már egy érdekesebb és melegebb talaj, ugye itt jelentkezik az említett Kura-Araxesz kultúra, aztán az Uruk korszak, Mezopotámiában az Indus-völgyi civilizáció. Tehát azért itt az, hogy itt viccelődünk itt a Sumér történettel, az azért korán sem helyes a magyar őstörténet vonatkozásában, hát ugye gondoljunk a Nimrod legendára, vagy Magógra. Hát ez innen indul el, erről a térségből, ugye a Kura-Araxesz térség, alatt az Ururuk kultúra. Tehát itt nem kellene nagyon sumérozni, mert ugye ez az E93 mutáció, amiről aztán az Árpádok is származnak, több más szkíta néppel, ez egy szkíta mutáció egyébként, nyugodtan nevezhetjük így, ez dél-ázsiai populációban is ugye kimutatható, és ez ugye az Iránon keresztül jut el Indiába. És még egy érdekességként van említve, és hát van egy holland genetikus is, Maskaren Haas, nem tudom, hogy kell ejteni a nevét, 2015-ben, ő például azt javasolta, hogy a Z93 gyökerét, azt
gyakorlatilag Kaukázuson át kell Dél-Ázsiába vinni. De délkeleti irányba. Tehát megint csak ugye Iránon keresztül. És ott ő egy 2000, Krisztus előtt negyedik évezredes vándorlást gyanít, és ez megint az Uruk negyedik régészeti kultúrája utáni időszakban az úgynevezett Kura-Araxes vándorlásokkal hozható összefüggésben, egy több vándorlás van. Aztán Lázáridis megemlíti, hogy gyakorlatilag az örményországi Kura-Arax mintákban milyen R1B haplocsoportok fordulnak elő, ugye a CTS 3184, és ugye ennek a mozgása is ebbe az irányba történik. Tehát itt az R1, R1B, meg az előbb említett ugye Jamnaja féle és az európai zsinolices féle népek, azok nagyon sokszor, vagy az őseik, vagy valamelyik leszállítottak, együtt mozognak. Ez is érdekes. Underhill ugye egyértelműen arról számol be, hogy 5600 évvel ezelőtt történik ennek az E9 várunknak egy korai elvándorlása, amit az eredje a M780-as haplocsoport földrajzi eloszlása alapján közöl, amit ő az Indus völgyi ekőségnek tart. Az Indus völgy az megint egy civilizált nem indoárja, hanem Indus völgy, ugye dravidának mondják, népesség volt. Tehát megint ragozó nyelvű néppel kerül kapcsolatba, valami távoli múltban az Árpádok őse. Tehát ez is megint érdekes. Aztán Poznik 2006-ban megjegyzi, hogy az eredje az E93-on belül gyakorlatilag 4500-4000 évvel ezelőtt történik megint csak egy Indus-völgyi kapcsolat. Tehát még egy genetikus ez megerősíti ezt. Aztán ugye Nara Simán is Sztyeppé eredjával jelenlétét valószínűsíti India területén. Ugye egy nyögvényelősen olvasok, mert az angolról történik a fordítás. Aztán ugye előjön az indoszkíta kérdés természetesen az eredja egyával kapcsolatban. Ugye a Svatvölgy pastun genetikai markere az indiai kasztoknál, ugye a Jac, Aroras, Sainis, stb. Ezek mint szkíta eredetű indiai kasztok, indoszkíták. Aztán ugye vannak dél-ázsiai eredettel foglalkozó elméletek. Most nem fogom itt az összes elméletet felsorolni, de tény és való, hogy a mi utunkat is erősen támogatják elméletekkel neves professzorok, hát nem magyarok, vagy nem csak magyarok, fogalmazunk így. Hát, itt megint itt megnézzük az eredje a ősi előfordulásait, akkor hát azt lehet látni, hogy én most oda pörgetem arra a része, megmondom őszintén az irományt, ahol a például megjelenik az ősi népek vonatkozásában, mert ez az igazi érdekesség, ugye a történelmi vonatkozás. Hát kezdjük a mezolitikus Európával, ott már az eredje ott kimutatták, és a keleti vadászgyűjtögetőkre jellemző ez a game marker. Az átmeneti kőkorban tehát az eredje megjelent Kelet-Európában. Van ilyen, hogy veretje kultúra Oroszországból származó minta Laha-tó közelében Krisztus előtt 10700-ból kimutatták az eredje a 5YP1301-et. Aztán a karéliai köztársaság, tehát Finnország mellett is kimutatták, de hát ugye Krisztus előtt 8800-ból, abból az időből, ami a jelenlegi finnugor elmélettel összeegyeztethetetlen Karélia területén. Hát mondjuk a finnek azt mondják, hogy ők már 10 000 éve otthon vannak, tehát nem kéne őket ilyen 3000 meg 6000 évre oda tenni az uralba. Mondjuk ott 10 000, és ez is azt mondja, Karéliában is ugye az eredje a haplocsoport jelen van már 8800-ban, Krisztus előtt, tehát 10800 éve. Aztán ugye ez a Deri Ivka
városa, hát ez az ukrán, mai ukrán területén van valahol. Ez Krisztus előtt 7000, tehát 9000 éve ki lett mutatva. Itt azt az, általában mindig valamelyik új haplócsoport párosul az apai marker mellé anyai vonalon, hát mondjuk nálam is egyik származéka. Aztán megint egy karéliai lelet. Ugye a múltkori videóban a bronzkori analógiákat soroltam, ebben még régebbre megyünk most ugye vissza. A bronzkorinál ugye a szintasta, androlovó, hát az egyéb keleti szkítek. Csak ismétlésként. Aztán egy férfi a fésűskerámiás kultúrából, a Kudrukula területéről, ez már csak 7900 éves. Matthiesson és munkatársai találták meg az R1, az E93-at Alexandria Ukrajnából, Shredli Stog kultúra területéről, Shrednyi Stog kultúra. Aztán a Zsinordiszesnél van ugye az észkorban említve. Aztán volt egy bronzkori Fatjanovo kultúra, és ott megint csak ez az R1, az E93. Tehát azért van ennek egy sztyeppei megjelenése is. Aztán a urnamezős kultúrában, ami ugye Magyarország területére is ér, ugye nyugat felől, bár eredeti tekintve nem nyugati kultúra, de Németország területén jelenik meg ez az urna temetkés, és onnan a Rajna vidékről jut el Magyarország területésre ennek a kultúra, hát vagy a halomsíros kultúra, ugye az előzmény, aztán az urnamezős a következő. De már menjünk meg akkor megint keletre, mert most már itt a bronzkorban inkább keletebbre fordul, ezzel ugye szintasta, androlomó, pazirik, tagár, tástik, ugye ez már Srubnaja kultúra, aztán a tarimi múmiáknál, Siungnu arisztokrácia, hát innen jönnek az Árpádék is szegről végről, egyértelműen. Ugye Skin és a többiek 2010-ben állapítják meg, ugye ez az eurázsiai leletnek mondják, meg indoáriázzák ezt, és ugye unok megkerül, ebben egy gazdag melléklet, arisztokrata sír. Aztán egy apa és két fia vázmaradmányait találják a régészek 2005-ben Eulau közelében. Hát Németországban van, nem tudom, Ölő, vagy hogy kell ejteni, Saxon, tehát Sachsen-Anhalt területén. Ez 2600 éves már csak, úgymond. Hát igen, ennyi lenne a lényeg. Aztán a cikk folytatja a jelenlegi európaiakkal, itt a magyarok is meg vannak említve, de ugye nálunk inkább az európai változatok jellemzőek ma már, de hát természetesen a honvisszafoglalókat, de mondjuk az avarokat és az európai hunokat is ez a klaszter köti össze. Ez eredje annak az 21-24-es, meg annak a csoportjai. Hát ezt szerette volna mindenképp elnyökögni, itt ebbe a videóban, angolra fordítva, úgyhogy nagyon úgy néz ki a magyar őstörténelme, mondom, a vezér ürű viszi a nyájat, hogy Európa aztán bemegy Közel-Keletre, onnan elterjedt Közép-Ázsiába, onnan egész Ázsiába, aztán ugye itt mondhatjuk, hogy egész Eurázsiába. Úgyhogy a mongolidraszhoz nincs közünk, a türk nyelvhez nincs közünk, a finnugor népekkel ez az ős-európai vonal köt minket össze, csak ők el-szibériai is ottak, mi nem. Ennyi lenne, szkíták vagyunk, ez a meghatározás, és a hunok, on belül is ugye a szkíta réteg a miénk, nem az őslakos altai népeké. Köszönöm szépen a figyelmet, és természetesen folytatjuk majd a témát.